Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Azután így folytatta. Tegyük fel, hogy valamelyiketeknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret. Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Mi, atyánk! Hányszor elmondjuk ezt az imádságot, testvérek? Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Uram, taníts minket imádkozni. Az Ószövetségi Szentírási részletben egy nagyon érdekes és nagyon emberi alkudozásnak vagyunk a tanúi. Az Úr el akarja pusztítani a bűnös várost. De ha találok benne 50 igazat, akkor nem pusztítom el. És akkor jön az alkudozás, de Uram, hát ha csak 40 lesz, akkor se pusztítom el. Hát ha csak 30, hát ha csak 20, Uram, lehet, hogy csak 10, akkor se pusztítom el a várost. Kérni. Tudunk-e kérni, igazán kérni? Uram, taníts meg minket imádkozni, mondják a tanítványok. Kértem, hogy a fényképezőgépet, meg a mobiltelefont tessék eltenni. Megtörtént, remélem, és nem fog új megjelenni másutt. A
kérni? Tudunk-e kérni? Uram, taníts meg minket imádkozni, mondják az apostolok Jézusnak, aki rendszeresen visszavonul, hogy imádkozzon, mert személyes kapcsolatban van az Atyával. Tegyük fel magunknak a kérdést, vagyunk-e személyes kapcsolatban az Istennel, vagy pedig az Isten egyszerűen csak a tudásunknak egy szelete, amivel vagy megbirkózunk, vagy nem, általában nem, akivel vagy megbékülünk, vagy nem, nagyon sokszor nem. Nagyon sokszor küzdünk vele. Úgy gondoljuk, hogy az Isten mozgósítható. Hogy az Isten azt teszi, amit éppen én akarok. Minden imádság, minden kérő imádság tulajdonképpen hitvallás. Megvallása annak, hogy nem én irányítom a világot, és Uram, rád bízom az életemet. És legyen úgy, ahogy te akarod. Igen, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, az Isten fölötte van mindennek. Szenteltessék meg a te neved. Vajon mi szentté tudjuk tenni az Istent? Képtelenség. Az Isten maga a szent, a teljesség, a mi feladatunk az, hogy híre menjen annak, hogy valóban van szent, és átjárja ezt a világot. Ahogyan Vörös Sándor egy szép imájában mondja, köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal, köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tűzével, és végül az ámulatos napragyogással, mind a tiéd, valamennyiben itt vagy. Akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföld köveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmeiben, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk. Olyan könnyen elfelejtjük, hogy nem mi vagyunk az urai ennek a világnak. Olyan könnyen elfelejtjük, hogy nem mi vagyunk, akik esőt adunk a földnek. Nem mi vagyunk, akik kicsiráztatjuk a vetést és szárba szökkentjük. Nem mi vagyunk, akik a rétet virággal, sokszínű virággal tele tűzdeljük. Rá kell csodálkoznunk a teremtett világra. És ki kell mondanunk, hogy Uram, szent a te neved, és bárcsak minél többen megismernék, hogy egyedül te vagy az Úr ezen a földön. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, amikor Jézus elkezdi működését, felszólít, hogy változtassuk meg az életünket, mert itt van az Isten országa. Mindannyiunkra rá van bízva ez az ország, akik Krisztushoz tartozunk. Jöjjön el, legyen érzékelhetőbb az emberek között a több igazságosság, a több béke és a több öröm. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, a legnehezebb kérés.
Mert szeretnénk, hogyha sok minden másként lenne. Idéztem már ebben a templomban jó pár hónappal ezelőtt egyik ismerősöm szép versét, Párbeszéd. Uram, mit akarsz, fiam? Hogy a világ ne olyan legyen, amilyennek látom. Nem válaszolsz? Fiam, ez már nem az én feladatom. Ránk van bízva a világ, hogy ez a világ más legyen, mint amilyennek látjuk, az rajtunk múlik. Mindannyiunkon külön-külön. Legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Igen. És egyetlen egy kijelentésre szeretnék kitérni. Ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Ne vigy minket kísértésbe. Et ne nos inducas in tentationem. Az elmúlt hónapokban furcsa hangokat lehetett hallani, meg furcsa kijelentéseket lehetett olvasni Ferenc pápával kapcsolatban, hogy hogy jön hozzá ez a pápa, hogy megváltoztassa a Szentírást. A közleményben az volt, hogy 16 éves kutatás után, 16 évvel ezelőtt hol volt Ferenc pápa? Mindegy. Ferenc pápa beszélt arról egy katekézisében a Szent Péter téren, hogy az Isten nem kísért senkit. És hivatkozik a Szentírásra, a Jakab levél első fejezetének 13. versére. Az Isten nem kísért senkit. A sátán a kísértő. És azt kérjük az Istentől, hogy legyen velünk, hogy ne legyen úrrá rajtunk a kísértő. Ne legyen úrrá, hanem mi magunk próbáljuk tekintetünket mindig fölemelni, és ne feledkezzünk meg arról, akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, hogy titok az élet, és mindannyian Istennek gyermekei vagyunk, benne élünk, mozgunk és létezünk, és ővele kell nekünk állandó kapcsolatban lenni, imádságos kapcsolatban. Amikor az apostolok kérik, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni, akkor Jézus azt mondja, hogy amikor ti imádkoztok, így imádkozzatok. Nagyon fontos ez a hangsúly, így imádkozzatok. Úgy, ahogyan a mi atyánkban van, olyan módon, és távol legyen tőlünk, hogy varázsszernek tekintsünk, vagy mennyei valutának tekintsünk egy-egy imádságot. Elmondok 3 mi atyánkot, elmondok 100 mi atyánkot, és akkor a könyvelés másik oldalán megjelenik, javamra írnak ennyi meg ennyi kegyelmet. Az ember, a véges ember és a végtelen Isten kapcsolata nem ilyen könyvelhető, és nem ilyen üzleti kapcsolat, hanem személyes kapcsolat. Mi atyánk. És érdemes nagyon odafigyelni, amikor imádkoztok, így imádkozzatok, és nem azt mondja Jézus, hogy kezdjétek így, hogy én atyám,
hanem mi, atyánk. És kereszténységünk nem magánügy, hanem közünk van egymáshoz. Nem egyedül éljük az életünket, hanem közösségben, együtt, másokkal. A mi atyánknak, az Úr imádságának sok szép parafrázisa, átírása keletkezett költeményekbe. Egyet hadd olvasok föl, Babits Mihály, mi atyánk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszentebb neved békesség. Jöjjön el a te országod, véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honjava, súlyon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Nem lenge az utolsó fűrtan is áldva, miképpen a mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgajat, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az, bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gaz tied büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség. Ki neveden buzdul, bármennyit küzdés vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség. Ki neveden buzdul, akinek a számára az Isten nem egyszerűen távoli fogalom, hanem személyes valóság. Bárcsak mi, akik itt most együtt vagyunk, sok helyről nagyon különböző emberek, megéreznénk azt, hogy közünk van egymáshoz, közünk van ahhoz az országhoz, amit Jézus hozott el közénk, és ez az ország az Isten országa, annak az Istennek az országa, akiben élünk, mozgunk és létezünk, és aki fölötte van mindeneknek.